Napi 8 óra közmunkáért évek óta havi bruttó 81.530 forint jár, amiből valamivel több mint 50.000 forint marad a munkavállalóknál. A 2016-os létszámcsúcshoz képest az év első 4 hónapjának adatai alapján már 73.000-rel kevesebben dolgoznak ebben a rendszerben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, viszont elemzők szerint a helyi gazdaságra még ez is negatívan hat. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az, amik a közmunkával leginkább fertőzöttnek számít. Az adatok azt mutatják, hogy 100 foglalkoztatottból körülbelül 14 közmunkásként dolgozik, ami óriási arány. Csak hasonlítsuk össze Győr megyével, Győr-Moson-Sopron megyével, ahol 100 foglalkoztatottból nem éri el az egy foglalkoztatotti létszámot a közmunkásoknak az aránya. Tehát óriási különbség van. Ebből következik az egyik nagy különbség a bérekben is, hiszen ahol közmunka van, ott az átlagbérek is jelentősen alacsonyabbak. Nem véletlen, hogy most már 50% körüli mérték az ország legjobban kereső és az ország legjobb rosszabbul kereső megyéje között az átlagbért tekintve. Innentől kezdve pedig a helyi gazdaságra is kihatással van a közmunkarendszer, illetve az egész gazdasági, helyi gazdasági élet, hiszen ahogy nincsenek vásárlóerő, nincs elég kereslete az embereknek, amiből vásárolni tudnak, onnantól kezdve leépül a helyi gazdaság is, és ez magával rántja a helyi vállalkozásokat, ami újabb és újabb negatív gazdasági eseményekbe torkolik. Még mindig szembetűnő, hogy az ország keleti szélén lévő megyék településeinek körülbelül 40%-a olyan, ahol a közfoglalkoztatottak aránya a potenciális munkavállalókon belül 10% feletti arányt képvisel, tette hozzá Kis Ambrus. Szerinte például, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak a falvakat nézzük, akkor az látszik, hogy még a közmunkások létszám leépítése után is 1000 foglalkoztatottból 180 fő közmunkás. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron megyében 1000 foglalkoztatottból mindössze 6 ember közmunkás. Borsodi László levelek polgármestere azt mondta televíziónknak, a településükön közel egyharmadával csökkent a közmunkások száma. Leveleken is kb. 30%-kal kevesebb közmunkást foglalkoztatunk, mint az elmúlt években. Ennek két oka van. Egyrészt a közmunkások egy jelentős része különböző tanfolyamokon vesz részt. Ez körülbelül a meglevő létszámnak most körülbelül egy olyan 20-25%-a, illetve egy kb. 30%-os csökkenést tapasztaltunk a foglalkoztatók létszámában. Ez elsősorban leveleken annak köszönhető, hogy a környező nagyvárosok, Nyíregyháza és Nyírbátor nagy létszámban vitte el dolgozókat. A polgármester hozzátette, az idény munka sok közmunkást viszel a nyári időszakban, azonban ez nem jelent problémát az önkormányzat számára, hiszen a versenyszférában megkeresett magasabb jövedelem gazdaságilag a település számára is előnyös.